A Zsámbéki medence névadó településén, a gyönyörű fekvésű Zsámbékon két nagymúltú épület is található. Az egyik a 13. században épült premontrei öreg templom, a másik egy kétemeletes korabarokk várkastély, az úgynevezett Zicsi kastély. A Zicsi kastélyban már 1905 óta iskola működik, ekkor alapította a Szent Keresztről nevezett irgalmas nővérek rendje azt az intézményt, amely lassan-lassan egy komplex, teljes nevelési-oktatási rendszert magába foglaló iskolává nőtt. Kisdedóvót, hatosztályos elemit, négyosztályos polgári iskolát, gazdasági leánynevelőintézetet és tanítóképzőintézetet, valamint líceumot működtettek. 1949 után a szocialista államosítást követően mezőgazdasági, majd tanítóképző főiskola volt e falak között. 1993-ban a keresztes nővérek visszakapták az épületet, amely ettől kezdve az Apor Vilmos katolikus főiskolának adott helyet. A főiskola mellett egy 12 évfolyamos iskolát is alapítottak, amelyben az 1995-1996-os tanévben kezdődött meg az oktatás. 2003. augusztus 18-án a kastély tetőszerkezete kigyulladt, a következő évben a főiskola Vácra költözött, a 12 évfolyamos iskola azonban továbbra is Zsámbékon működött. 2006. augusztus 1-től ezt az iskolát a premontrei szerzetesrend gödöllői perjessége vette át, így született meg a Keresztelő Szent János Általános Iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola, amely mára az iskola központ nevet viseli, de röviden csak keresztelőként ismerik. Általános iskolánkban igen jó eredményekkel készítjük fel diákjainkat a további tanulmányokra. A hozzánk járók az alapképzésen túl már első osztálytól kezdve járhatnak a művészeti iskolába. A 2006 óta működő képző és iparművészeti ág tanszakjai igen népszerűek, és sok elismerést hoztak már növendékeinknek, és általuk az iskolának itthon és külföldön egyaránt. A zeneművészeti ág 2013. szeptembere óta választható, ez főként az egyházi liturgikus éneklést kívánja népszerűsíteni, különféle hangszeres tanszakokkal kiegészülve. Gimnáziumunk fő célkitűzése, hogy magas színvonalú oktatással otthonukhoz közel tegye elérhetővé a biztos középiskolai képzést a Zsámbéki medencében élő gyerekek számára, és hogy őket életcéljaik elérésében segítse. A képzőművészeti tanszakok gimnazistáink számára is elérhetőek. Lelkiismeretes, jól képzett, keresztény értékrendű tanárokkal dolgozunk, akiknek szakmai sikerei gyakran az iskolai munkán is túlmutatnak. Iskolánk épületének legrégebbi részét a főiskola távozása után teljes körűen felújították. Ebben a szárnyban kapott helyet a könyvtár, az informatika szaktanterem, a néptáncterem, a különféle zeneművészeti és képzőművészeti szaktantermek, műtermek, kiállítótermek. Természetesen megújult az iskola kápolnája is. 2014-ben új korszak köszöntött be iskolánk történetében. Elkezdődött az épület többi részének és a kapcsolódó létesítményeknek a felújítása. Ennek első eredményeként átadtuk az iskola sportpályáját, majd a Katarineum sport- és rendezvénytermet. 2015. szeptemberétől az alsó tagozat birtokba vette a megújult és modern eszközökkel berendezett déli szárnyat. Ebben az épületrészben nyíltak meg a felső tagozat, és a gimnázium részére vadonatúj természettudományos szaktantermeink. Biológia, földrajz, fizika, kémia előadóink. 2017-ben a felújítás folytatódik, amelynek eredményeként a nyugati szárny teljes egészében a gimnáziumi osztályok otthona lesz, valamint felépül egy modern tornaterem és egy korszerű étkező. Iskolán katolikus iskola, amelynek értékrendjét három szó fejezi ki. Hit, tudás, közösség. Azon munkálkodunk, hogy diákjaink a keresztény hitben erős, biztos tudású, hasznos tagjai legyenek a magyar közösségnek.